Ez a szalagátvágás egy korszak elejét jelenti Bátaszék sport életében. De mielőtt ennek részleteidől és fontosságáról, no meg az ünnepélyességéről szólnánk, menjünk vissza az időben néhány hónapot. Még a szőlők javában a tőkéken voltak, amikor munkagépek zaja verte föl az amúgy hétközi délelőttökön csendes sportpályát. Bozsalik Róbert polgármesterrel akkor beszélgettünk a beruházás finanszírozásáról is. Ez a város mintegy 35 millió forint önerőt biztosított a saját költségvetéséből. A többi az a vállalkozók által befizetett társasági adó támogatásból kerül finanszírozásra. Reményeink szerint egy jó másfél hónap múlva már igénybe tudják venni a létesítményt a sportolók, illetve bárki, aki a labdarúgás, illetve a sportéletet szereti. Körülbelül 3 évvel ezelőtt döntöttük el azt, hogy a feltételek javítása érdekében egy műfős pálya megépítésére és működtetésére feltétlen szükség lenne. 2 évben is benyújtottunk a létesítmény megvalósításához pályázatot a Magyar Labdarúgó Szövetséghez, mind a kettő esztendőben jóvá hagyta az MLS ezt a támogatást. A támogatás mértéke mintegy 83 millió forint, amit társasági adó befizetésekből a vállalkozóktól sikerült a Bátaszéki Sportegyesületnek a számlájára megszerezni. Így hát volt pénz és akadat, semmi sem gátolta az építőket, hogy egy korszerű pályával gazdagodjon Bátaszék sportinfrastruktúrája. Így nyitottunk el az ünnepélyes pillanathoz, melyet szurkolók, sportvezetők, egykori játékosok és a jövő reménységei is nagyon vártak. Itt a fiúkkal nosztalgiáztunk arról, hogy mi abban az időben, 50 évvel ezelőtt milyen körülmények között játszottunk, lenyűgöző ez a létesítmény, amit itt láthatunk, de egyáltalán is az egész környezet, ahova ide beilleszkedik ez a pálya, és hát irigylem a fiatalokat. Nem azt mondom, hogy jó lenne megint fiatalnak lenni és itt játszani, mert talán már nem, de félelmetes lehetőségeik vannak. Mi arról nosztalgiáztunk, hogy olyan helyen dolgoztam 6 óráig a postán, amikor már sötét volt. A öltöző bejárati ajtaján égett egy lámpa, és a barátommal köröztünk itt ketten, futkostunk, most meg ilyen csodálatos világítással, esti mérkőzések lejátszására alkalmas. Ez fővárosi szintű. Végül is előreugrottunk az időben, most körülbelül egy olyan 50 évet. Az biztos, hogy a mostani gyerekeknek egész mások a lehetőségei, mint a mieink voltak, és nagyon örülök, hogy itt Bátaszéken ez megvalósításra került, és a képviselőtestület tagjaként én is hozzá tudtam tenni azt a kis szavazatomat, ami kellett ahhoz, hogy ezt az anyagi forrást ide befektessük ebbe az intézménybe, amit létrehoztunk. Örülök, hogy sikerült, és azt a város lakossága is örülni fog neki, hogy a gyermekeik ilyen körülmények között tudnak sportolni, és azon leszünk, hogy próbáljuk azt megmutatni és megéreztetni a lakossággal, hogy érdemes a tömegsport területén is ide lejönni. Most már nincs olyan, hogy az időjárás függvényében lehet lejönni vagy használni a sporttelepet, hanem bármikor, bármilyen időjárási körülmények között, és egyeztetve az egyesülettel bármilyen időszakban is az egész város lakosságáig ez az intézmény, amit sikerült létrehoznunk. A sportvezetők reményei szerint nem csak az utánpótlás nevelésben és a felnőtt sportban hoz majd minőségi javulást az új pálya, hanem jelentősen hozzájárul majd a tömegsport és iskolai sport kiszélesítéséhez is. Folyamatos impulzusok kellenek a szakemberektől, hiteles vezetők kellenek, és azt gondolom, hogy most a labdarúgó szakosztályban egy nagyon jó, fiatalos, lendületes, rugalmas vezetés van, egy menedzser típusú vezetés van, akik nagyon jól fognak tudni élni ezzel a pályával. Itt látszik a háttérben, hogy már megindult a munka, és ugye világítás révén és a feltételek révén tényleg azt mondhatom, hogy majd, hogy nem 0-24-ben használható ez a pálya, és örülnénk is, hogyha kihasználnák. Annak én személy szerint nagyon örülnék, ha nem csak a sportegyesület, hanem civilek is lehetőséget kapnának arra, hogy használják ezt a pályát nyilván megfelelő feltételekkel, és úgy, hogy vigyázva rá, mert ez a miénk, és azért ezt még nagyon sokáig szeretnénk használni. Ha most így visszatekintünk, hogy Bátaszéken milyen infrastruktúrális fejlesztések történtek, nem is az utóbbi években, hanem azt mondom, hogy az utóbbi évtizedekben, akkor az egyik ilyen mérföldkő nyilván a társadalmi munkába épült Bátaszéki sportcsarnok, a másik ilyen nagyon fontos mérföldkő az uszoda átadása, és most azt gondolom, hogy ez egy ilyen 21. századi mérföldkő, hogy ezt a sportpályát átadtuk, és nagy büszkeség, hogy én ezt, mint vezető
ként szerepeltem benne, illetve átadhattam, illetve, hogy mondjam, részt vállalhattam benne. Bátorság kell egy önkormányzatnak ahhoz, hogy megfelelően támogassa egy településen a sportot és a sportszerű fejlesztéseket, hiszen minden fillérnek lehetne találni másik helyet is, mondta a megnyitó beszédében Süli János miniszter, a Tolna megyei labdarúgó szövetség elnöke. A város életébe azt gondolom, hogy minden gyarapodás, főleg a sporttal kapcsolatos, az lehet, hogy egy széket ki lehet rakni majd az orvosi rendelőből, aminek doktornő is biztos örülni fog, hogy akkor kevesebb beteg lesz, mert ha gyerekek is itt tudnak sportolni, hozzászoknak, akkor nem csak a sportról szól, hanem örök barátságokról. Erre utalt a polgármester úr is, hisz, akik ebbe a közösségbe fölnőnek, küzdenek egymással, azok egymásra is hosszú távon tudnak számítani. Ez nekem akár a saját gyerekeimnek ez a tapasztalat, hogy a sport az nem csak egészségre, hanem egy jó szellemiségre is tudja nevelni a közösséget. És ugye az is fontos, hogy az önkormányzatok nincsenek könnyű helyzetbe, ugye, hogy a kormány sincs, rengeteg kritikát kapunk azért, hogy miért kell sportlétesítményeket, miért kell stadionokat építeni, azért, mert volt az 50-es években, megépültek stadionok az akkori kor színvonalán, azoknak még a maradványit akár a nagypályánál látjuk, akkor azok se voltak olcsó létesítmények, utána 50 évig nem nagyon költöttünk ezekre a létesítményekre, úgy, hogy sikerült karbantartani, most pedig megérett az idő arra, hogy újra kell ezeket a létesítményeket létrehozni, és ugye mindig egy településen fontos a járda, fontos az orvosi rendelő, fontos a kultúrház, tehát mindig vita van, hogy akkor költsünk-e sportpályára, mert mindig van fontosabb hely, de azt gondolom, hogy összességében a sportra ugyanannyit kell költeni, kultúrára, iskolára, tehát egyensúlyt kell teremteni, és ebbe a jó polgármester vezette, jó testület, az meg tudja hozni azt a felelős döntést, hogy a település az minden szempontból egy fejlődő lehetőséget biztosítson a fiataloknak. Itt is van egy 50 éves létesítmény, ami akkor a korszínvonalán, hogy a magasugró gödörrel, távolugró gödör, futópályával, szegőkővel, öltözővel az elkészült, akkor azok se voltak akkori költségszinten olcsók. Most lehet kritizálni, hogy drága léte, de a drága létesítményben lehet jó feltételeket biztosítani. És ezeket az úgy kell megint megépíteni, persze, hogy most drága, hogy megint 50 évig tulajdonképpen csak egy kis karbantartás kelljen ráfordítani. Persze ezek karbantartás igényesebbek, mert a műfűvet is ugye gondolni kell. Ebből is néha össze kell gerevélni a granulátumot, kell hozzá egy kis speciális traktor egyéb, tehát minden van ára, de az egészségnek is van ára. És hogy itt a gyerekek egészségesen tudnak fölnőni, ráadásul az öreg fiúk is ki tudnak este jönni, lámpás meccset játszani, akár este 10-kor is, akkor nekik is ez egy jó lehetőség, hogy magukat jó kondícióba tartsák. Egy kiemelkedő sportfejlesztés átadásához kiemelkedő sportolót kell biztosítani a magasabb színvonalhoz. Dunai 2 Antallal sportpályafutása és eredményei alapján a megfelelő embert sikerült a megfelelő helyre hozni. Az persze már egy másik kérdés, hogy az élmények kifogyhatatlanok, és mint egy jó társaságban minden történet egy újabb történetet hoz, aminek soha nem lesz vége. Miközben az utánpótláskorúak már a nyitó meccsre készültek, Bozsolik Robert polgármesterrel az emlékekről és a fejlesztés fontosságáról is beszélgettünk. Mikorosztályunk azért irigykedve néz, illetve irigykedve szemléli azokat a feltételeket is, itt a létesítményekről beszélek, amelyeket ma már alapvetően talán el is vár a sportszerető közönség, illetve a sportban közreműködő egy önkormányzattól is, hogy megteremtse. Hát valóban ennek a pályának a helyén igencsak tarackos körülmények között 1530 éve ott köztük mi a futballt. De
az a lényeg, hogy haladni kell a korral, és azt gondolom, hogy egy önkormányzatnak is, egy sportegyesületnek is a mai kor igényéhez igazodva kell a létesítményeket is kialakítani, hiszen ma már valóban érdemi munkát akkor lehet végezni, hogy adott esetben egy ilyen műfélyes pályát tudunk biztosítani, és ezzel ki tudjuk zárni az időjárási körülményeket egy felkészülési időszakban. Jobb körülmények között tudnak a fiataljaink felkészülni. Igyekszünk a sportlétesítményhez kapcsolódó egyéb eszközöket is megfelelő módon biztosítani. Ma már ez az igény és ez az elvárás. Azt gondolom, hogy a városunk az elmúlt 5 esztendőben nagyon sok mindent megtett annak érdekében, hogy adott esetben az a sportpálya, vagy az a város egyéb sportlétesítményei is fejlődjenek, megújuljanak. Ez fontos. Mint ahogy jeleztem is, a jövőbe fektetünk ezzel, hiszen a fiatalokat rá tudjuk bírni arra ezen feltételekkel, hogy többet sportoljanak, egészségesebb életmódot éljenek, és ha felnőtt korban gyakorlatilag többet tesznek majd az egészségükért, és tömegsportban vesznek majd részt, akkor gyakorlatilag az egészségük megóvásával is ezzel is hozzá tudtunk járulni. Egy város életének nagyon sok szegmense van, az egyik szegmense a sport. És egy városvezetésnek mindig meg kell találni azt az egészséges egyensúlyt, hogy adott esetben más területek ne érezzék magukat hátrányban. Úgy érzem, hogy az elmúlt 5 esztendőben egy kicsit prioritást élveztek a sportlétesítmények. Ez egyrészt az avultságukból, másrészt a lehetőségekből adódóan ezt kellett tenni. Azt gondolom, hogy ezt az ütemet valószínűleg az elkövetkező időszakban nem fogjuk tudni tartani, de mindig oda fogunk figyelni arra, hogy sportlétesítményeink jó állapotban legyenek. Ezek a gyerekek már ahhoz a magasabb infrastruktúrához lesznek szokva, amely alapot szolgáltat egy jobb színvonalú, jobb minőségű labdarúgáshoz. Igaz, hiába a világítás és a műfű is, ahogy Dunai Antal fogalmazott, a tehetség a göröngyös pályán is tehetség. Az is igaz, hogy a jobb körülmények vonzóbbá teszik a gyerekek számára a sportot, és a nagyobb merítésből több jó képességű játékos kerülhet ki. Bátaszéken most minden adott erre, és ha bár viccesen fogalmaznak a B-közép nagyöregjei, hogy irány az MB2, azért a szívük mélyén komolyan reménykednek abba, hogy egyszer talán ezek a kölykök nagy meccseket is fognak vívni még néhány év múlva itt a bátaszéki pályán.